számára nem ajánlott. Menetünkben nincs hiány! Menetünkben nincs hiány! Itt jön a Partizán! Szevasztok! Feró vagyok, ez meg itt a Partizánok! Ezen a héten is öten versenyeznek egymással, hogy kiderüljön, ki szervezi a legjobb házi bulit. Az eheti Partizánok! Kócos a laza rocker arc! Hagyjuk inkább, nem lehet lemondani ezt az egészet! Laura Woodstock lánya! Juszi, a cirkuszi porondmester! Lépjétek be az én szentélyembe, ahol én dolgozom! Robi, a bolondos szakszis! Csilla, a revük csillogó csillaga! Ők minden este elénekelnek két dalt. Az egyik a kedvencük. A másikat Feró bácsitól kapják. Én három dolgot garantálhatok. Bulit, bulit és bulit, bulit! Íme, így emelkedtek a pontok a héten. Kócos, rocker buliánál jobb volt Laura, Woodstock estje, de annál még jobb volt Gyuszi cirkuszi partija. Kíváncsi vagyok, mire képes ma este az életvidám és bohém poén király, Robi! Tervalics Robertnek hívnak, 4 éves katonai iskolát végeztem, 23 éve szolgálom a hazát Veszprémben, a légierő zenekarban, szólamvezetőként és zászlósi rendfokozatban. A hozzám legközelebb álló zenei műfaj a swing és a dixieland. Come on, read, come on, read, Alexander St. Thomas. Come on, read. Esetleg valaki nem ismerne, én vagyok az egyenruhás Louis Armstrong. Armstrong's rings agree. Red roses do. Parti zenekarunkkal Balatonfüreden, a Balatonpart környékén szoktunk fellépni, ezért nagyon-nagyon későn, tehát, vagy inkább korán érek haza, és ebből kifolyólag alvásrekordokat döntök. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit the city before I leave. I brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. Balatonfüreden élek édesapámmal és édesanyámmal. A legnagyobb barátom a lakásban, a hűtőszekrényem, bár főzni nem tudok. Édesanyám kosztján élek, bár át szoktam járni a nővéremhez is néha. Persze! Egyenruhás Louis Armstrong! Na, akkor itt egy testhez álló dalpajtikám! Ergo, ballag a katona. Feró, ez nagyon nagy szívás. Szikora Robin, Louis Armstrong, ó, édesanyám. Érted, hogy ballag, az egyenruhás, Louis Armstrong. Jó, mi? Csikidám, csikidám! Sziasztok, elnézést a késés, szokásos, elaludtam, csokolat. Hello. Elnézést, szia testvére. Csokolat. Jó, minden szőke hercegnő. Minden oké. Gyerekek, események vannak, esemény, hegyek Motás. Vannak, fáradt vagyok, mint a kutya. Na mi lesz ez? Feró adott egy remek dalt, hát figyelj gyerekek. Ergo, ballaga, katona, gyerekek. Jézus. Dráma, dráma, tehát ez a katasztrófa. A Rubinak vannak gidái, tehát... Van két gidák. Figyelj, ez nagyon jó pofa. Partizánok.
Küldetésetek a következő. Erőltetett menetbe jussatok el a nagy víz partjára. Itt kell majd bizonyítanotok, hogy testben erősek, lélekben kitartóak vagytok. Ezt most így nem igazán értem, tehát én úgy terveztem, hogy bulizni megyünk és nem meghalni. Én nagyon szívesen bebizonyítom, hogy én testben erős és lélekben pedig kitartó vagyok. Én az vagyok. Köncsepek és izzadságcseppek keveredésében kúsztok majd az életetekért. Jaj, ez viszont már kicsit ijesztő, ez nagyon nem Varra Robira. De jól hangzik. Hát az kérdés, hogy kinek a könnyei és az izzadság cseppjei. Menetfelszerelést és ellátmányt a helyszínen védelezhettek. Na, végre egy jó pont. Ez tök jó, mert legalább cuccokkal együtt fogunk meghalni. Teljesen jó, tehát kifejezetten izgalmas lesz a buli. Eddig mindig forró volt, most élet-halál játék. Kedvenc dalom, Louis Armstrong. When the saints do... Egy nagyon szép Louis Armstrong szám. When the saints go marching in. Azt tudom, hogy Armstrong az járt a Holdon, de valószínűleg ez nem az, hanem akkor ez a trombitás fószer. Szeretem az öreg Louis-t, most nekem is hasonló a hangom az övéhez. A dal, amit Felótól kaptam, ergo Ballag a katona. Ballag a katona, még ő se tudja hova. Erre számítottam. Általában kedvelem a szoknyákat, de lehet, hogy a mai este kivételt teszek, és mégiscsak valami nadrágos megoldásra szavazok. Gyertek bejjebb, Robikám. Gyere. Na szóval, igazából én gyakorlatilag valami ilyesmire gondoltam, nyilván ezt ki kell találni. Hogy... Itt akarsz egyet csinálni? Ezt nem kizárólag, Robi. Hát, gyerekek. Hát de hova? Hogy gondoltad? Hát figyelj, ki kell találni. Én nem akarok ide lenni, az biztos. Figyelj, én sem. De valamit ki kéne találni, most szegény Robi, most ne hagyjuk már. De most hadd itt talál valami másik gitárt. Jó, és ha nem? Hát figyelj, megígértük neki, hogy segítünk. Gyerekek! Hát, kukker! Gyerekek, hát ez katonai ballon, hát ne üléskedjél az ilyen, sőt, már kicsit ilyen amerikás. Gyerekek, a Patton tábornoknak volt hasonló amerikai hadsereg. Gyerekek, ho-ho, kukker, figyelj, ennek lesz ma funkciója. Nagyon jó, ez. Nyakomba lesz, egyenruha, géppuskafészek, betelepített. Ezzel fogok figyelni, ezzel fogom lesni a vendégeket. Én nem szeretnék gidá lenni, se táncolni, sem. Valami. Én se szeretnék lenni, de segítsünk már neki. De most mire gondolsz, hogy segítünk? Táncikálunk egy kicsit. Na persze, táncikálj te. Meghívlak után egy pohár borra. Köszi. Előtte inkább vagy kettőre. Jó, oké. Akkor... Megvan? De úgy módjával, jó? Tegyük hozzá, jó, hogy... módjával. Hogyha kellünk, akkor beugrom. Jó, rendben. Jó? Na, menjünk be. Jó van. Figyelj, a fogadást úgy gondoltam, hogy gyakorlatilag lesz egy befogadó pont, ahova igazából föl kéne húzni egy katonai sátrat, amit én, hogyha jól emlékszem, valamikor, amikor voltunk benne nálad a ilyen cuccpakolásra, azért tudom, hogy régen voltál katona. Hát régen volt. Mikor volt? 1988-ban. 88-ban, de én, mintha láttam ilyen vasúra és az a zöld sátorlapos történet. Hát le kell porolni, Robikám, le kell porolni rendesen. Hát összeakjuk gyerekek, szóval. De meg tudjuk oldani, hogy gyakorlatilag valahogy, tehát az lenne a fogadó point. Ez nem oszott, tehát összehozott. Tehát ugye checkpoint Charlie helyett, mint tudom, checkpoint Robi. Én ezt az estét mindenképpen valami nyílt színen tudom elképzelni, tehát szabadtéren. És leginkább egy laktanyában. Gyerekek, szóval valamit akkor csak kéne főzni, valami kell a laktanyában nyomorult csajkába. Most komolyan mondom. Mi a baj, Robi? Mi a baj? Gyerekek, valami kaját, tehát valami katonás kaját. Miért nem főzöl te? Én csak ennyit tudnám. Gyerekek, tudjátok. Ez mondjuk finom lenne. Gyerekek, főzés nem megy, kajálás megy, ötleteket várok, vagy valamit tudom én, segítsetek már. Vagy átpint, valamit. Robikám, szezon végén van. Kifogytunk mindenből, angyalom. Semmi nincs. Hogyha felhívnád a nővéred? Tényleg a nővérem, gyerekek. Mint ötlet. Ötlet, ő viszont marha jól főz, gyerekek. Akkor lehet, hogy jól is lakunk. Marha jól is főz, lehet, ugye a katonás kaja. A katonás kaja. Hálló, szia, egyetlen nővérkém, én vagyok az egyetlen kis öcsikéd, édes drága. Hallasz? Figyelj, lenne itt egy nagyon szó szerint harci feladat. Harci feladat, katonás kaját kéne főzni, és itt ötletelünk, hát ugye én főzni nem tudok, kedves barátaim, kitaláltak, hogy főzzek én, de hát figyelj, ez hambába volt ötlet, és itt ötletelünk, hogy mit lehetne, gyerekek, mit, ilyen tehát katonás kaja, mit, gulyás leves. Gulyás leves. Gulyás.
babgulyás, babgulyás. Az a javaslatom, hogy beugrom a vásárcsarnokba, bevásárolok hozzá, és akkor várlak benne. Jó, megyünk, megyünk, kösz, csók-csók, hello-halló, szia-szia. Hello. Na, ez szuper, akkor legalább veszünk is. Gyerekek, babgulyás projekt megoldva. Visszagondolva az előző napokra, mindig csak ilyen lightikaja volt, úgyhogy végre most valami tartalmasabb lesz, úgyhogy tudja, hogy jól fogok lakni. Gyere, drágám. Jó, na most akkor mi lesz? Figyelj, bemegyünk Józsihoz. Jó. És itt hol van vajon? Oh! Figyelj. Jó napot kívánok! Erőt, egészséget! Sziasztok! Szia! Hello! Szia! Jó újság, Robi, szia! Józsiká, következő nagy helyzet van. Hello! Szia! Jaj, következő nagy helyzet van. Ma este lesz egy buli, rengeteg mindent kell szállítani, deszkákat, mindenféle őrületet. Izgatott, nagyon oda van, teljesen, nagyon. És kéne neki egy autó, ez a lényeg. És valami katonai jellegű. Ezt fel tudom ajánlani, ezt a csipet nektek, hogyha... De ez most itt szervizben van, vagy nehogy hát, nekem? Olajcsere volt rajta, de most már kész van, úgyhogy lehet... De kicseréltük. Két kíván cseréve az olaj teljesen, úgyhogy nyugodtan üzemképes. Lehet jó. Közlekedni, hátul tudunk be pakolni, van benne bőven hely. Akkor vihetjük is most igazából? Vihetjük, és elmagyarázom, hogy működik. Most ki fog vezetni? Ne, nekem, Józsikám! Nem. Nem annyira tud, szerintem jobban járunk, hogyha én vezetek. Üljél be, légy szíves. Jó. Bízom benned. Hát viszont ügyeső, ez a szuszkutya, ez hátrafelé indít, ez így fordít hátrafelé, így indul az autó. Nagyon a jó. Sebesség az pedig... Látom, minden rendes van. Ez rendes autónál, ez ezt a világ. Ezt behúzom, az a kézifék, igen. Nem indulunk? Nem. Nagyon köszönöm, nagyon és akkor én megyek az agyogsülésre, azt hiszem. Jó, le kell csinálni a gépezetet még, ahogy tudjuk vele menni. Parancsoljatok, okay. Üzemképes a gépjármű. Elfoglalom a pozíciómat. Kapjuk fel a világítást. Sziasztok! Szia! Jó utat! Nagyon köszönjük! Sziasztok! Szerintem a nők nagyon kedvelik őt. Valamiért azt gondolom, hogy ő... Ha nem is a nők bálványa, de mindenképpen szeretik őt a nők. Tehát ő egy igazán szerethető figura. Jó, merre megyünk, Robi? A sofőre a fa telepre. Merre indulunk? Jobbal? Hát, bal felé mindenképpen. Nem szoktam erre menni. Jaj, annyira örülök egyébként, ma rendben szólt a Józsi, hogy ezért eszik, sikerült ezt igen, a gyűjtjük. Igen, nagyon jó fej volt, hogy így gyorsan. Ahogy elkértük, meg is tudtálni. Hát az egy katonai zsíp, stb. Hogy én azt úgy képzeltem el, hogy a tuskokból, a lécekből csinálok egy ilyen makadárbájáti balra mindenképpen. Nagyon jó. És igen, akkor gyakorlatilag egy pallót, amin átsétálnak, valami hasonlót, akkor ugrálni mindenképpen kell nekik. Itt vigyázzál. Megvan a sátor, azt összeállítjuk, szóval ez nem lesz kis meló, úgyhogy iparkodni kell nem kicsit, nagyon. Jó, hát most ezt sietünk elintézni, aztán meglátjuk. Jó, rendben van. Meg, hogy meg a Peti is, hogy halad? Robi tábornok úrnak nagyon csinos kis szemcsis sofőrje van, csokolom. Na, gyerünk, Robi. Ó, köszi, Peti. Nagyon köszönöm. Gyerekek, mindennek beszélem tulajjal. Nagyon köszönöm. Mennyi fa? Fantasztikus. Robikán, nagyon jó. Szeretnél, hogy figyelj, az este fel, ami nagyon fontos, katonai akadálypálya, libikóka, olyan fa, kéne olyan palló, olyan deszka, ami gyakorlatilag embersúlyokat. Tehát olyan, át kell rajta sétálni? Át kell rajta sétálni, inkább kicsit futni, hú, ezek baromi nagyok. Ez baromi nagy, és ez meg keskeny is. És mi fog billegni a libikóka? Hát, mi fog billegni? Tuskó, gyerekek, tuskó. Hát azon annyi van, gyerekek, annyi tuskó van. Várj, Robikám, ezt nézzük meg. Érdekes, Robikám, a fa vicceid közül sohasem válogatsz ilyen gondosan, mint itt a fatelepen. Ez teljesen tártalan. Jó, csak azért sietnünk is kéne. Persze, azért pörgök, mint a... Szerintem haladjunk, mert ebből aztán még se vacsora, de reggel is lesz, Robi. Ho, gyerekek! Na? Hát ő a mi fánk. Mi fánk? Mi fánk terem. Ugye, mi fánk terem. Várjál, csinálok egy töréstesztet. Tudod? Elbír? Jó. Jó, figyelj, teljesen jó. A játék az tuti, hogy ütős lesz. Mind meghalunk, én mondom, mind meghalunk, tehát, hogy eddig jól éreztük magunkat a játékok alkalmával, most mind ott fogunk elvérezni. Betesszük neked. Nem neked, akkor nem haladjunk. Gyerünk, ennyi lesz, mehetünk? Mehetünk, persze.
Ehhez az egy deszkához kellett a kocsi kölcsönbe. Robikám, ha kicsit jobb kondiban lennél, vállon kihortad volna. Jó, mehetünk. Állj meg, kislány! Amikor összeállt a kép bennem, hogy Robi egy katona, akkor valójában meglepődtem, mert nekem annál ő szétszortabbnak tűnik. Gyere, gyereke! Ne csináld már! Itt van! Állandóan dolgoztam. Itt van minden! Állandóan dolgoztam. Mi ez? Turkáló meg mi ez? Sok a duma, figyusz! Az mi lesz a liginta? Sátor! Robi, te ebben nagy vagy. Azt a kutya fáját! Jó, várjál! Tehát nem mondta. Ki bont? Ki kéne bontani, gyerek? Na gyereke, bontsuk a gyorsan. Hát ez... Sanyikám! Ez nem az ilyen bálázós. Várjál! Turkáló! Ez marha nagy! Ez mi ez? Elugyom az állványokat kéne? És úgy ráhúzni, nem? Azt kéne, és még itt a Stalin orgona. Figyelj, gyerekek! Na ne, ezt később szétkapjuk, az könnyebb lesz. Gyertek! Mit csináljunk ebből, amit mi lesz? Tudod, amit beszéltünk, az akadálypályát, ezt kéne megcsinálni, tudjátok, hogy ilyen kis lépésben el tudjanak. Robit, ezt is nagyot is lépjük. Ne, figyelj, nagyot semmiképpen sem nem szeretném, hogyha hanyatlanná magát valaki. Figyelj, nem a traumatológiának nem szeretnek ingyen bulit játszani, oké? Jó? Úgyhogy... Milyen távolságban ilyen kicsit ilyen... Eltolásosan? Körkörösen? Nem. Páros lábba, persze, mi vagyok én, gyalogbék, a drága testvérem. Ne szórakozzál már. Na, én mint parancsnok irányítom a hadműveletet. Az nagyon megy nekem. Úgy egy kicsit felbe, jó? Jó? Jó, ne, Zolikám, nem, tehát még teljesen végig. Igen, tehát ilyen kicsit ilyen bérlekint a feeling. Menj végig úgy, mint a régi időben. Igazi partizán. És akkor kérem szépen, ezen nagyon óvatosan átmegyünk. Jaj, édesanyám. Jaj, édesanyám. Én még egyszer nem megyek ki a fatelepre. Jaj, nagyon óvatosan. És teljesítettük, és időmérés. Figyelj, ez teljesen jó. Viszont térjünk már vissza, figyelj, gyerek! Urak, ez bazinagy. Ez bazinagy. Ez minthogyha gyakorlatilag Batman levetkőzött volna. Peti! Robikám, figyelj, erre nincs időnk. Nekünk menni kell próbálni. Sanyikám, az újdalt menjél csinálni. Menjél nyugodtan, Robi. Elképesztő vagy, Robikám. Mióta a pallót beraktad a kocsiba, azóta tulajdonképpen semmilyen sem értél hozzá. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a titokzatos nővéred, akit még nem is láttuk, hagy áll a gulyással. Álljunk neki próbálni, gyere, jó, szerintem nem végzünk jó, soha. Hagyj erre csak akkor ugye, azt mondja, hogy... Ugye, munkadarab adva van, ergo, ballag a katona, sancsramosan. Aha. 16. Ez nem a tang, nem jobb. Nem volt a legény. Ez nagyon jó, mert csak ilyen motorheades volt. Na figyelj csak, lefélj. Édesanyám. Akkor csak... Még egyszer, Vemper. Akkor csak ballag a katona én. Megvan a hangnemünk. Mi sem tudja, hova én. Éva? Igen. Fénykép a zsebében. Végre egy jó Louis Armstrong imitátor. Rövid pályafutásom alatt direkt számoltam. 82-t hallottam. Remélem a 83. lesz a legütősebb. Jó, nézzük meg az elejét is, Robikám, jó? Az elejét próbáljuk. De próbáljuk meg az elejét is. Na figyelj csak. Kezdjük el, jó? Robi egy nagyon-nagyon vicces figura. Elképzelhetetlenek tartom, hogy ne vinne bele valamiféle fajta poént, még akkor is, hogyha ez a dalnak a kárára megy. Erdő közepén. Semmi közepén mellett három évvel sem. Gyere ide köz, én hadd menjek inkább oda. Ho-ho-ho! Ellenség a láthatáron. Robikám, ma este nem csak csatát, de háborút is kéne nyerni, hogyha tedd oda magad. Egy kis dombra lecsücsülünk. Arra lesz a végre van egy kis fény. Ez lesz a... Figyeltek. Csak mi ez? Hoppa, mi ez? Hoppa. De örülj a fénynek szerintem. Tehát... Jézusom! Fogadás! Jóról! Én nem megyek be. Na jó, én megyek előre, csak nem halunk meg. Azt a... Hol vagyunk? Azt... Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Tiszteletem! Előtt egészséget! Atyom! Előtt egészséget! Az... Én félek! Előtt egészséget! Az... Most még lazítsatok! Én inkább megállok így!
Egy új énemet ismerhetetek meg. Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket bázisomon. Checkpoint Robinál járunk. Hogy még egyszer? Checkpoint. Miért a kapun beléptek önök? Ti? Mosatlan civilek voltatok! Félek! Anyu! Ez innét megszűnt. Elvárom a fegyelmezett katonás viselkedést, és megkérnék egy sorbanállást, katonás sorbanállást ide a gépjárművem elé. Így jó lesz? Kiosztanám a ma esti hadi öltözeteket. Miért? Hát tök hadba vagyok. Ne ellenkezz a főnökkel. Hallod, jobban teszed, ha nem. Na. Sor végére. Lelekül szavazva. Innétől őrmester. Sor végére. Őrmester? Az egy... Őrmester! Jó napot, uram! Ön százados. Sor végére. Százados. Látod, ez a nyalás meghozta az eredményét. Tiszteletem, uram! Parancsoljad. Köszönöm, no. Uram! Ez visszhangzik, de király. Robi teljesen más hangnemben szólalt meg, mint ahogy szokott ez a parancsnoki téma. Ez brutális volt. Igen, uram, de most ezt vegyük föl. És mi lesz a hajammal? Na, nő! Azt is? Az olyát, azt lehet, hogy nem muszáj. Parancsnoknak nem feltétlenül jó, mert nem biztos, hogy mindig a szívére kell hallgatni egy parancsnoknak. Szerintem őnála ez nem egy, mert ő egy csupa szívlélek ember, ő mindig a szívére fog hallgatni. Legyenek kevesek mögém, én felvezetem a csapatot. Nem volt énekelni. Ja, her. Nem volt énekelni, majd ha engedélyt adok. Oké, elnézést, uram. Bocsánat, uram, a nóta szólja. Elfoglaljuk a műveleti területet. Herr, lányok, nem a biztos halálba meneteltek. Nyugi. És még egy jön. Én nem értem ezt a csajkát, komolyan mondok. Miért ilyen a formája? Miért ilyen a formája? Na, mert hogy... Azért, mert hogyha megetted, utána belefér a tárcső. Ó, oh, Szióka. Ez az ön autókája? Tehát... Na, hasikám megéhezett. Most meg a fejecskéje fájhat. Nem oldhatnánk meg máshogy ezt a gondocskát? Talán egy kis nasikával. Mennyei puding lágy tejszínnel, és az élet is habkönnyűvé válik. Felhőcske. Újdonság a Dr. Ötkertől. Drágák a személyi kölcsönök! A Providentnél most felvehet 100 000 forintot, összvisz 2600 forint kamatért. Ez sok. Próbálja ki a Provident mini kölcsönt. Hívja a 0640-50-50-50-et. Provident. Így mindjárt más. Ha kéred, most még ingyen házhoz is hozzák. Neked is bántja a gyógyszeropocakodat? Neked is hasmenésed van? Már a tünetek megjelenésének első napján kezdj el használni a Normaflort, amelynek különlegesen ellenálló baktériumai sértetlenül érik el a bélrendszert, így segítve az antibiotikum kezelés vagy hasmenés után a bélflóra egyensúlyának helyreállítását. De jó, hogy ilyen hamar meggyógyultál! Normaflor. Gondoskodik a család minden tagjáról, már csecsemőkortól. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Van, aki azért jön hozzánk, mert van pénze. Van, aki azért, mert nincs pénze. Van, aki ért a pénzhez, ezért bízza ránk. Van, aki nem ért hozzá, ezért ránk bízza. Van, aki személyesen szereti intézni a pénzügyeit. Van, aki azt szereti, ha a pénzügyeit menet közben intézheti. Vannak, akik még nem jöttek el hozzánk. Nekik ajánljuk 0 forintos szálna csomagjainkat. Már 65 éve együtt változunk ügyfeleinkkel. Válasszon most a 0 forintos OTP számla csomagok közül. Részletek és feltételek otpbank.hu. Ahol a megszokott út véget ér, ott kezdődik az ön története. Nissan Qashqai intelligens all-mode összkerékhajtással. Válassza a Nissan Qashqai-t, X-Trail-t vagy Juke-ot most ajándéktéri gumival és kedvező, akár 2,5% THM-mel. Vajon miért fáj a torkom?
Mert húzatban aludtam? Mert rám jött a légkondi? Vagy mert túl sok fagyit ettem? Vagy elkaptam valamit a metróból? Vagy mert harcoltam a Yetivel? Mindegy, miért fáj a torkod. A klorhexidinnek köszönhetően már napi 3 Septofort megszabadít a kórokozóktól. Septofort. Egyszerűen hat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Hallgass csak ennek a banki hitelnek a feltételeit. Minimum 250 000 forint jövedelem, és azt ide át is kell utaltatni. Új számla nyitása, 3 éves munkaviszony. És a többi apró betűt már nem is látom. Csak vannak valahol egyszerű feltételek. Például a Kofidisznél. Igényeljen októberben megújuló hitelt, mert most 500 000 forint hitelösszegig munkáltató igazolás nélkül igényelheti. Hívja a 1411-et, vagy látogasson el a kofidisz.hu-ra. Ez nem lehet igaz! Aludj már, kérlek! Ahogy meg vagyok dugulva, levegőt sem kapom! Egy jó naphoz nyugodt éjszakára van szükség. Próbáld ki az Otrivint. Gyorsan megszünteti az orrdugulást, és hatása akár 12 órán át tart. Így átaludhatod az egész éjszakát, hogy másnap a legjobban hozd ki magadból. Otrivin. Engedd az orrad fellélegezni. Az azonnali hűsítő érzésért válaszd a kirobbanóan friss Otrivin Mentolt. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Jelek. Mindenütt ott vannak. Figyelmeztetnek arra, ami megtörténhet. Mert a jövőt senki sem ismeri. De aki olvas a jelekből, azt nem érhetik meglepetések. Így van ez a befektetésekben is. Az MKB Bank szakértelmével önbiztonságban gyarapíthatja megtakarításait. Minden hősnek másban rejlik az ereje. A Vitara életre való, a Jimny kalandvágyó, az Escross sokoldalú, a Swift energikus, a Celerio takarékos. A Suzuki hősei minden nap készen állnak arra, hogy önnel együtt hódítsák meg az utakat. A Glade limitált kiadású illatai lángra lobbantják belső fényedet. Éld át a pillanatot. Ragyogj a Glade-del. Essie Johnson. Bajnok vízilabdázó. Intelligens emberek játszák, és nem másban keresik a hibát, hanem saját magadban. Született sármőr. Nézd meg, a kis Marci nagypapával. Bajnokok. Sporthorgász. Én nem szeretem a halat, a hely a lényeg. Egy igazi szívós bajnok. Mi lett volna, abba kell hagynod a játékot? Nem tudom. Hogy lehet az, hogy milyen vagy akkor? Pimasz úr átcuccol. Ez a világ között nekem. Kedden 22 órakor az RTL 2-n. A fejfájás gyorsan továbbáll. A műsor támogatója az Angoflex Rapid. Nyissa már meg ezt a szállodát! Egy hotel. Anya! Kislányom! Ahol van minden. Ki segítene neked más, mint én? Pont te, aki már 7 szállodát tettél tönkre? 8-at. Szakértelem. Ki van rúgva? Elegancia. Ne hordjatok ide minden szart. Wellness. Megmozhatnám. Hernádi Judit, Revicki Gábor, Gesztesi Máté, Fekete Réka. Boutiquehotel.hu. Szerdán 22 órakor az RTL 2-n. És most folytatódik a kiképzés a Robi tábornokkal. Nem megyünk egyszerre, uram. Meddig megyünk? Engem zavar. Sok a doma, semmit, uram. Sok a doma. Mókus, őrs, állj! Pihenj. Vagyok még. Kultúráltan szórakozz. Nos, megérkeztünk műveleti területünkre. Nevehetem, uram. Mit? A felsőt. Mit? Mert nagyon nem hallok semmit. Majd gondoskodok róla, hogy halljon. Vissza? Jó. Vissza! Egy kis akadálypályát építettem itt fel. Kezem, saját kezem munkájával. Nagyon szép! Önöknek, uram. Nektek. Uram! Előjárok. Járjék elő. Te fogja meg. Járjék elő. Ez a halál, uram. Maga fogja meg. Maga fogja meg, de bele ne nézzen. Kövessenek a következő tájékozódási pontig. Lépés, indulj! Robi hadserege mindjárt kész!
Azt a kis kemping sáta szerintem meg is tudják majd védeni. Lépés. Pompás. Nos, szabályismertetés következik. A lehető legnagyobb tempóban végigmenni az akadálypályán, és a győztesnek és a vesztesnek is lesz jutalma. Igazán technikás, uram! Gyönyörű volt, uram! Uram, ön csodálatos, uram! Ilyet még nem láttam. Köszönöm. Első. Megkérném, kétszer végig menni. Van kétszer. Kétszer végig menni. Na. Időt fogok mérni. Indul. Mert pici, hát így könnyű. Kész vagyok, uram! Kisebbségi komplexus és a magasságomból kiindulva én mindenhol szeretek bizonyítani, és itt is szerettem volna nyerni, mert minden körülmények között szeretek nyerni. És indul! Jaj, de elegáns! Milyen kis cuki! Kiveli a lábait! Futok, uram! Következő! Puss! Nézze meg a... Hey. Bezzeg, a mi időnkben nem volt ilyen veszélyes akadálypálya! Ezt én sem csinálnám szemben! Kalapom, elfordult, uram, mert jó van! Na, itt nem megyek át. Megengedem. Rá kell tolni vissza. De leesik az izak a fejemről. Uram! Elfogadom. Abban a pillanatban, hogy így zögykölöttem, a sisak is zögykölődött a fejemben így, és az nem volt kellemes érzés. Az ott a végén veszélyes, uram, és... az ott veszélyes, és... nem megy el. Megengedem a megfelelő óvatosságot, és indul. És még egy kör. Élveztem, uram! Magam alá jön. Ne foglalkozzunk lepkékkel. Ön... Lepke, lepke! Mindig csak a kifogások. Ön gyakorlatilag hadérokkant lennének. Ön kivonom a versenyből. Fáj valami? Köszönöm, uram! Semmi... Hogy fájna a lepke volt, hölgyem? Hogy fájna? Uram, kérek engedet leszázalékolni a kollégát. Hadirokkannak nyilván itt. Én nem mondanám magam egy kifejezetten ügyetlennek, de kifejezetten ügyesnek sem az e fajta játékokban, viszont ebcsont befor, úgyhogy ezek a sérülések sosem szoktak aggasztani, egyszerűen felállok és tovább megyek. Kihirdetném az a végeredményt, gratulálni szeretnék Gyula kapitánynak. Köszönöm, uram, mind győztes. A kapitány. Köszönöm. Csak mert magasabb, uram. Ma jutalmul elfújom a nótáját. Ó, köszönöm, uram! Régóta várom ezt a pillanatot, uram! A gumiabroncson most életemben először futottam át, mint egy igazi amerikai katonai filmben, úgyhogy erre büszke vagyok. Megéheztek? Megszomjaztak? Igen, uram! Meg, hát, uram! Meg, hát! Akkor... Az egy másik kategória. Fiatalok! Igen, uram! Fiatalok, honvédek, kövessenek! Kövessenek! Kövessenek a tiszti kantinba! Oszlopban sorakozó? Igen, uram! A legkisebb ember a legnagyobb hangú. Irány utánam, lépés és nóta, indulj! Egy, két, és menetünkben nincs hiány! Menetünkben nincs hiány! Itt jön a sok partizán! Itt jön a sok partizán! Menetünkben nincs hiány! Menetünkben nincs hiány! Itt jön a sok partizán! Amikor véget ért a játék, és meneteltünk, akkor azért az is eszembe jutott, hogy vajon mi lesz a vacsora, hiszen egyből arra gondoltam, hogy ha most már játszottunk is egy kicsit, most már énekeltünk is egy kicsit, minden szuper, lehet enni. Jöjjenek be! Hát kedves hős partizánok, a megérdemelt feladat után elfogyasztjuk a tiszti kantinban, természetesen távoli körülmények között a jól megérdemelt vacsoránkat. Parancsoljatok, foglaljatok helyet, bátran üljetek le. Kérek engedélyt levenni a sisakot, uram! Bátran. Csücs le. Természetesen könnyíthetnek a menet felszerelésen, jó? Jó, akkor én kigombolom a gatyát. Oké, lazítás megengedett, ez a tiszti kantin. Pár percre itt hagylak benneteket, és addig jó szórakozást kívánok, és természetesen magamhoz veszem az itt található hadi étkezést. Ich komme bald zurück.
tehát hamarosan jön. Nem értem, mit mond, de oké. Gyönyörűen beszél németül, uram. Igen, most már nem kell amúgy. Nekem... Nem baj, uram. Na. Én nekem a legelső benyomásom az volt erről az egészre, hogy itt tényleg mindjárt meghalunk. De én majdnem meg is haltam. Nekem igen, azt láttuk. Az, nem, de tényleg minden rendben volt ez. A gyerekkoromban mindig ilyenből levett, és nem értettem, ez olyan kellemetlen volt. Mi rengeteget jártunk gyerekkoromban kempingezni, és akkor voltak ilyenek egyébként, ilyen összecsukhatós mindenféle. Nagyon éhes vagyok. Már jó, de én is amúgy azon gondolkoztam, hogy mi lesz a kaja. Lesz tehát, mert én biztos, hogy mi kezdünk ki, biztos, hogy csalunk. Ja, egy kis csípős. Nem, de tényleg azon gondolkoztam, hogy ebbe lesz a leves, tehát, hogy én... Én is egy kicsit meglöntöztem. Én azt gondolnám, hogy ilyen pörkölt lesz, vagy nem tudom, pörkült? Igen, hogy gólyás. Valami ilyesmi. Vagy pacalpörkölt, hogy nem érem az lesz. Szerintem gólyás legyen. Jaj, nézd a szőkenőt. Szeretem a pocolt. Nem szeretem a pocolt. Én sem szeretem. De mindenféle fajta pörköltet szeretem. Kedves partizánjai, nem tudom, a hang terjed-e. Igen, uram! Halljuk, uram! Csilla őrmestertől segítséget szeretnék kérni. Értettem, uram! Legyen kedves, fáradjon ki a tábori konyhához. Csak lenyeli a falatot, uram. Főzni fogsz. Mivel még nincs kész főzni. Mindig ő kínált mindenkit, ezért most... Ezért most nem én vagyok. Mi nem megy? Kérnék egy kis segítséget. Mondjad. A tálalásban. Segítek. Ezt kéne valahogyan kibontani. Erős nem vagyok. Mi? Erős nem vagyok, csak ügyes. Ügyes? Aha, ezt kéne valahogyan kipattintani. Én már kipattintottam, de be van ragadva. Nagyon nyugi. Helye? Oké. Úgy érzem, hogy agresszívan próbálod megoldani a helyzetet. Nézzünk egy olyat, amelyik kijön. És akkor majd ahhoz képes. Nézzünk egy olyat, amelyik kipattam. Így? Ezt kipattam. Oké. Okay. De én szedek én inkább ebben parancsol, igen, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, őrmester. Nagyon-nagyon jó jata van. Úristen, de finom. Miért vitte el pont a csillát? Nem vagy féltékeny? Nem vagy féltékeny? Nem. Csilla igazából teljesen alkalmas arra, hogy szolgáló legyen. Egyen meg! Akkor felajánlanád nekem, mert én alkalmaznám. Egy 10 pontos alászólás. Igen, most leesik, akkor drába van a nem fog, ne aggódj. Nagyon szakszerűen mered. Oké. Okay. Mint hogyha mindig katona marad. Vigyed. Távoli konyhát, várjál, hopp. Vigyed, mert éhen hallnak a többiek. Vigyed, viszont, oké. A kis fülénél fogva, úgy. Ez így van. Na, be még egy kicsit. Ez lesz az enyém. És közben megjött. Megjöttek a csajok, kérem, illetve a csajkák. Kérem szépen, hát egy csajkába babgulyás. Jövök még egy körrel. Rajta vagyok a témán. Viszem. Csilla őrmester segített, igen, tehát mintha mindig is a konyhán dolgozott. Köszi szépen, igazán megtisztelő. Nagyon drágák vagytok. És lám mit hoztam. De király, kenyér. Iszonyatosan jó illata van. Uram, vágyat kívánok. Te főzted? Katonásan, férfiasan bevallom, legkedvesebb testvérem segített. Egy darab van, úgyhogy az ő kezem munkát Erzsikének. Tudod, ez a köszönjük szépen, Erzsike! Köszönjük, Erzsike! Köszönjük, Erzsike! Jó étel, nagyon finom. És nagyon tetszik, hogy nagyon sok hús van benne. Uh-huh. Ugye? Számítottam önre, uram, hús tekintetében. Én pedig a nővéremre számítottam. Nem szégyen az uram. Nem csalódtam önben, uram, sem a családjában. Én nem értem ezt a csajkát, komolyan mondom. Szóval, hogy miért ebből lesznek a katonák? Miért ilyen a formája? Mert hogy... Azért, mert hogyha megetted, utána belefér a távcső. Tehát, hogy így... Ez most komoly? És egyébként... Én is elhittem a pillanatban. Láttátok, ami a nyakamban volt? Hogyha azt beletesz... Nem volt, de hasonlít a formája, úgyhogy... De nem arra, hogy semmi értelmes választ nem tudsz erre adni, hogy... Szerintem, hogyha jobban belegondolsz, akkor ugye oldal, tehát hogyha az övön, ezeket ugye hordani kell, tehát övönni sokkal kényelmesebb, mint egy kerekállat. Hogyha van egy ilyen... Persze, van egy ilyen. És akkor az van. Ami hozzásimul, igen. Most képzeld el ezt övön alól. Haha, uram, haha. Szlovic volt, uram, haha. Jó van, gyerekek, eszegessetek csak. Annak idején, ha nem volt csaj,
mi is beértük csaj, kával. Nem, Robi? Mindössz szépen. Kedves partizánok, hölgyek, urak, hogyha utolsó falatot lenyeltétek, akkor javaslom, hogy a tábor B szektorában következő kultúrműsort hallgassátok sok szeretettel, gyertek, álljatok föl, és gyertek utána. Oké? Igen, uram, megyünk. Igen, uram. Itt ne hagyjatok. Jövünk. Kedves partizánok, megérkeztünk a B szektorba, amit nagyon-nagyon eldobtunk az ellenség előtt. Gyertek, gyertek, bátran. Élőzene. Foglaljatok helyet. Hát az igazság, hogy az ülő alkalmatosságot az ellenség előtt el kellett dugni, hogy felhasználják tüzelőnek. Úgyhogy gyakorlatilag csak a lőszeres rádák maradtak. Viszont egy pöti kis türelmeteket kérem, gyakorlatilag egy szint váltok, egy eluát váltok, és hamarosan jövök. Addig a bugos csiget vagy a dobot ki lehet próbálni? Nincs. Tényleg. Miket kiszúrsz? Az tényleg én. Hát kicsi vagyok, szerinted én ellátok odáig. Tehát ti fölfelé néztek, én azt mondtam. Hogy ilyenekkel játszok. Nem lehet hosszanyagni. Megmondom. Jó, én már írom is. Te besúgó. Addig, amíg nincs itt, játszok. Utoljára 5 éves koromban játszottam ilyet. Komolyan. Mi leül hozzá? Mondjuk engem a gitár jobban érdekel, mint a bugos csiga. Ha nézzük, akkor nem. De király, bugatom! Gitározni is ilyen jól tudsz amúgy? Aha. De állat! Hát ez nem is megy. Hát... Még hova? Mit akarsz, hova menni? Nem is kell csinálni? Szerintem óvodáskoromban játszottam utoljára búgó csigával, és akkor egyébként nem is biztos, hogy értettem, hogy miért búgó a búgó csiga. Aztán most gyorsan elkezdtem vele egy kicsit játszani, és aztán rájöttem, hogy ez tényleg búg. Igen. Na. Oké, nem tudom, kérem, nincs itt semmi látnivaló. Uram! Hol van, uram? Hop, jó estét, kívánok! Ez egy sokkal barátságosabb, Roberto. Közben a lovakról eszedtem a pokrócot. Nagyon jól tetted, köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon kedvesen. Hopsz, szuper vagy. Hopsz. Köszönjük. Hopsz. Engedjétek meg, hogy első körben bemutassam a Búgócsiga Music Production-t. Na. És hát szeretnék titeket meginvitálni egy igazi, fantasztikus zenei időutazásra, ami egy picit azért kapcsolódik a hadsereghez is természetesen. Egy olyan dalt választottam, ami katonazene volt, aztán ebből lett nagyon-nagyon híres Dixieland Swing Standard, amit természetesen Louis Armstrong tett nagyon híressé, When the Saints Go Marching In című számot, amikor a szentek a mennybe mennek. Halljuk! Na gyerünk, te Füred Armstrongja, énekeld le a hajukat! Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, out on the launch every night, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, we will go, oh, yeah, oh, when they sing, hallelujah. Oh, when the saints go marching in, solo. Gyengém az élőzene, eszméletlen. Tehát az a gesztikuláció, az a kiállás, a zene maga, én ki voltam. Így leesett az állam, hogy azt a kutya meg a macska rúgja meg. Robi elkezdte énekelni a kedvenc dalát, én igazából egész este alatt akkor éreztem arra a 3 percre, hogy ő igazán ledobja a láncait, igazán laza, igazán őszinte és saját magát adja. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól állt neki ez a 3 perc. When the saints
to say goodbye, say a ring. I want a lot, every end of number. I want to say goodbye, say a ring. I want to say goodbye, say a ring. I want to say goodbye, say a ring. We will have a ring. I want to sing it, hallelujah. I want to say goodbye, say a ring. Nagyon nehéz volt visszafognom, hogy kipottyanjanak a könnyeim. Ahogy ez a nagy mackót elkezdett énekelni, azzal a sajátos koreográfiájával, a pár mozdulatában, teljes vigyorral és boldogsággal az arcán, az nagyon magával ragadó volt. Köszönöm a zenekar nevében, és most pedig én átmegyek átöltözni a Feru által választott dal dresszkódjából. Sziasztok! Gyertek, srácok! Mennyivel másabb él a zenekarra bármi? Hát mennyivel hangulatosabb, hogy szólna? Hihetetlen. Olyan jó hangulatot teremtenek ezen. Nagyon. Hát az élő zenének közé van egy varázsa. Meg jó szívem! Jó, jó, ez is, milyen Robikám, szöknünk kellek, szurkolunk idején, M plusz D. Idején, ugye, Niki és Dia. Nem ott itt hagytak. Hát itt komám, így jártunk. Jól szól mindig a fúvós egy-egy zenekarban, mert az ritkán sokkal, amikor egy szakszofon meg egy klarinét megszólal, és annyira jó, más hangulatot teremt. Hát szerint. Mi ez a fizimiska már? Hát ez nagyon komoly, nagyon komoly. Simán, mint hogy Armstrong lett volna itt. Ha becsukom a szemem egyébként, akkor simán. És Robi milyen variációkat fújt azért. Akkor ötözgessük szívem. Fogom segíteni. Ezt csak így, addig. Így? Egyszer. Jó, azért megfogadni nem szeretné. Mit szólsz? Milyen zenet? De kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az a... Ez a fontos. Cikidám. Kíváncsi vagyok, hogy az ő előadásában milyen lesz az. Én is. Nagyon édesek vagytok meg minden, de azért hagyjátok már érvényesülni szegény. Oh. Szikár Robert! Szikár Robert! Szervusz, kedves Szikár úr! Jó estét, kívánok! Új dresszkód, új dal, új cikidám. Na, gyerünk! Na, hajrá! Értelemszerűen mi is lehetne a dal címe, ergo Szikora Robi, tábori körülmények, hadsereg, ballag a katona. Fogadjátok sok-sok szeretettel. Halljuk. Ballag. Hajrá. Tizenhárm. Még nem volt a regény, kell mikor azt. Az ukász kardja, hogy védje. A királya, s felrelányád, sajnos elérte, mihez kezdesz, gyűrött két csagamról, yeah. Attól csak ballag a katona, még ő sem tudja hova ég. Fénykép a zsebében, és egy könycsepp a szemében, yeah. Ballag a katona, a szájában csutona, a vámmal egy teli zsájé, kérded, hogy mit csinálja. 16, már elmúlt a legénke. Gyerekkoromban a Csapból is ez a ballag a katona folyt, és ezért furcsa nekem egy kicsit, hogy Robi nem tudta a szöveget fejből, de talán azért lehet, mert nem volt ínyére ez a szám. A baka! Nem részíves ér meg eladó, yeah. Egy sör talán megérne, nagyobb kortyon, s búsa négy gyalog, holna, hogy dalod. Egy, két, hát, csak ballag a katona, yeah. Még ő sem tudja, hova ér. Egy fénykép a zsebében, yeah. Ferótól kapott dalában egyetlen egy dolgot hiányoltam, de azt nagyon, a gitákat. Tehát sem
ilyen, sem olyan formában nem jelentek meg. Nagyon sajnáltam, mert szerintem ez egy nagyon nagy zicser lett volna tőle. És egy könycsebb a szemében. Jó, kivágta magát. Hát most mit is mondjak? A világon mindig vannak tévedések. Ergo, Robi, köszi szépen. Ez olyan, mintha Armstrong megpróbálta volna magyarul előadni a Szikora Robinak a számát, és így sok volt az egyvelek. Tehát, hogyha ő a saját egyéniségéből és nem egy másik személyéből próbálja meg feltölteni ezt a dalt, akkor azt mondom, hogy jó, de így nekem ez így kicsit tömör volt. Látod, ahogy a nagyanyám mondta, kevesebb, több lett volna. Na, nézzük! Robi kedvenc dala nagyon tetszett nekem. Tetszett, hogy élőzenével játszotta, és örültem, hogy hallottam őt élőben játszani. 9 pontot adok. Feró által választott dal. Igazából nem tetszett nekem Robi előadásában, és nagyon zavart engem, hogy folyamatosan olvasta a szöveget. Ezért 5 pontot adok. A vendéglátás szerintem nem volt igazán jó, mert Robi nem volt elég összeszedett. Ezért 5 pontot adok. A Robi által választott dalra, amivel tökéletes volt, 10 pontot adok. A Feró által választott dalnál voltak hiányosságok, folyamatosan olvasta a szöveget, és túl sok volt az Armstrong, ezért 8 pontot adok. A vendéglátás nagyon jó volt, habár sokat vártam a kajára, és nem biztos, hogy Robi csinálta, ezért 9 pontot adok. A Robi saját száma nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgy éreztem, hogy lubickolt benne, én erre 9 pontot adok. A Feró által választott dalra 6 pontot, a vendéglátásra pedig 7 pontot adok. Színházba! Robi első dala számomra kifogásolhatatlan volt, úgyhogy 100%, úgyhogy én erre 10 pontot adok. Második dalára már sajnos nem tudom ezt elmondani, ugyanis se a dalszöveget nem tudta, illetve stílusban sem tudott nekem semmi újat mutatni, hiszen hangszínben ugyanazt hozta, mint azt Louis Armstrong számnál. Úgyhogy a Nagy Ferótól kapott dalára 3 pontot adok. Robi vendéglátására 6 pontot adok. Már csak egy versenyző van hátra a héten. Majd meglátjuk, hogy holnap mit produkál Csilla, a revük csillogó csillaga. Jó szakát! Én a Csillát szívesen láttam. Azt a kutya úr is szerint. Hát én most örökbe fogadlak benneteket. Üdvözlök mindenkit a Revű Színházamban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És a szemetek sem maradjon éhes, ezért hívtam a három hölgyet. Laura! De nehogy elrögtem a gyomrom! Azt a... Partizánok legjobb buli huligánja profi stúdióban, szakemberek közreműködésével énekelheti lemezre kedvenc dalát, és ajándékba kap egy Shure Beta 58 típusú énekmikrofont a Tajti Music Hangszerpláza felajánlásával.